amikor az aranyló napra gondolunk, vagy mondhatnánk úgy, hogy a férfiasságra, vagy a férfiúi jelenlétre, hiszen a metaforákban, a szimbolikákban a nap a férfiasságot jelképezi, és a mai világunkban ez rengeteg módon jelenik meg, hogy helyére tud-e kerülni, milyen autónk van, milyen nadrágszíj, milyen kabát, őszülünk, nem őszülünk, mennyire vagyunk férfias kisugárzásúak. Mindenféleképp azt jelzi, hogy ebben az egész helyzettel sokat foglalkoznak mindazok, akiket érint a férfiak. Ha ennek a koncentrálásában, vagy a gyógyításában, hogy mondjuk úgy kulcsokat keresnénk, van is itt előttem kettő ilyen kis szerkezet, ebben tökmagolaj, méz, nagy tökmag szemek, lapulevél, gyökere, dió levelek is vannak. Ugye nézzük meg, milyen érdekes színe van, nem tudom mennyire látja ezt a készülék, és ez az olaj természetesen a leíratokban nagyon sokat segíthet a férfiasság problémáiban, prostata, vagy akár szintén a férfi feladatoknál nézzük meg a különböző gyomor-bélrendszeri paraszoknál és a különböző tisztító helyeknél látjuk ezt a nagyon szép színt. Itt semmi másról nincs szó, mint a kertből összeszedett alma és az ecet sav kapcsolódásában egy nagyon szép színű folyadék jön itt létre, és ezt a folyadékot föl lehet használni ezekben a gyógyítási helyzetekben, például az aranyló napprogramokban. Én mégis azt mondom, hogy talán nem ezekben a csodálatos és gyógyító anyagokban, vagy a hozzájuk tartozó kezelésekben van a titok, hanem az, hogy merjünk, vagy vállaljuk azt az időt, amit magunkra szánunk, és próbáljuk azokat kimondani, vagy megfogalmazni egy teljes kis batyuban, kis csomagban, akár úgy, hogy elvonulva, ami segített abban, hogy megtaláljuk a helyünket. Tehát az aranyló nap az valami ilyesmiről szól.